A rákban megbetegedett, valamint testi és szellemi fogyatékos gyermekek életbe történő beilleszkedésének segítése, támogatása, ezáltal a társadalom egészséges tagjaival a segítségnyújtás, empátia, tolerancia fontosságának megismertetése a célja, a Kosztjó Ádám emlékére a leukémiás, daganatos és zemplén fogyatékos gyermekeiért alapítványnak. A programjuk részeként már 6. éve tartanak élménytábort Sárospatakon. Ez már a 6. Ez is egy óriási dolog, hogy egyáltalán megvalósulhatott. Idei éven hogy sikerült összeadni? Elhangzott, hogy pályázat is van benne, de mekkora energia kellett ahhoz, hogy idén is meg tudjátok valósítani ezt a tábort? Erre nekünk mindig van energiánk, tehát ez minket nagyon motivál, bár tényleg most az utolsó erőtartalékainkat éljük itt a táborba, de hát a gyerekekből mindig feltöltődünk, úgyhogy nagyon vártuk ezt a tábort, nagyon készültünk rá, tényleg 24 órából 24-et végig dolgoztunk, de megéri, nézzétek meg, hát nagyon sokan vannak itt ismét velünk, és mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezt pályázati pénzből is önerőből tudjuk megvalósítani ezt a tábort, mert ez Magyarországnak a legnagyobb tábor, ahol egy alkalommal egyszerre ilyen sok gyerek táborozik együtt, tehát hogy a 150 főt mindig elérjük. Hogyan fog összeállni az idei év programja, mit kínáltok majd a fiataloknak? Szokásos élményterápiás programjainkat hozzuk, amik rendszeresen bővülnek, emellett a művészetterápiás programokat. Most táncházunk lesz nem sokára, aztán tűsóval folytatjuk a mai programot. Holnapi napot a Zempli Műveleti Csoportnak, a kommandósainak a bemutatójával kezdjük. El fogunk látogatni a kalandparkba, a Zemplén kalandparkba, át fogunk menni a Sárospataki strandra, fognak hozzánk jönni a BMX és freestyle-osok. Ki ne hagyjak valakit, jönnek a zempléni farkasok motoroztatni. Új kézműves programot is hoztunk, textilszobrászatot fogunk oktatni, azaz nem oktatjuk, csak megmutatjuk és hagyjuk a gyerekeket szabadon alkotni. Úgyhogy ismételten annyi új programot hozunk el, meg annyi jó programot hozunk a gyerekeknek, hogy legyen miből feltöltődniük és elfeledjék azt a rossz időszakot, ami mögöttük áll. Visszajelzések, akár mondjuk az elmúlt 6 évről is, mit lehet elmondani, megérte belevágni? Ja, erre nagyon büszke vagyok, mert 100%-os pozitív visszajelzésünk van, tehát ez az, ami mindig adja nekünk azt a drive-ot, ami motivál bennünket, hogy csináljuk tovább. Nekünk a legnagyobb álmunk, mi nagyon szeretnénk itt ebbe a régióba egy saját üdülőt, pontosabban itt a környékünkön, hogy a kapcsolati tőkénket ki tudjuk használni, egyre több és egyre lelkesebb felajánlóink vannak, és ez a program akkor érni el ténylegesen és igaziból a hatását, ha ezt folyamatosan tudnánk biztosítani, nagyon nagy rá az igény, nem csak rákos gyerekeket fogadunk, hanem fogyatékkal élőket is, bár sajnos személyes motivációnk miatt a rákos gyerekekből sokkal felkészültebbek vagyunk, viszont mi vagyunk az egyetlenek, ahol szülővel együtt üdültetjük a gyerekeket. És erre azért van szükség, mert hogy a szülőknek is szükségük van arra, hogy attól a stressztől, ami megtörtént velük, tehát amit a gyerekük megélt, mert egyetlen szülő sem ilyen sorsot szán a gyerekének, vagy ilyen sorsot gondol el. Tehát ezt fel kell dolgozni, ezt a traumát, és ez azért mondjuk előszintén, hogy egy életen keresztül végig kíséri az embert. Tehát mi szeretnénk ezt ilyenkor elfelejtetni, mosolyt varázsolni az arcokra, és én úgy érzem, hogy ez nekünk mindig sikerül. A kis Viki már tavaly is a tábor résztvevője volt. Szeret táncolni, amelyekhez emlékei szerint egy furcsa segítséget is kaptak az elmúlt éven. Mikor néptáncoltunk, és akkor igazából táncoltunk, csak a szúnyogok csipkedtek minket, és akkor üzögettük a szúnyogokat. Ez vicces volt. És mennyire vártad ezt a tábort? Nagyon-nagyon vártam. Miért jó ez a tábor? Hát nem tudom. Azért, mert sokat tudtunk szórakozni. Eszter pedig arról mesélt, hogy a rengeteg kórházban eltöltött idő után már nagyon várta a táborozást. Hát nagyon sokat voltam a kórházban, és ott nagyon rossz volt. És itt milyen lesz? Hát itt jó. Miért lesz jó? Hát, mert táncolunk, medencézünk, meg motorozunk. Magyarország legnagyobb ingyenes családi élménytábora egy hétig tart majd.
Házasságra felkészítő, támogató tréninget tart a Sárospataki Református Egyházközség a Család, ami várunk című Európai Uniós pályázatának keretében. A nyár során összesen 10 párnak nyújtanak segítséget. A tréningek keretében önismereti társas foglalkozásokat tartanak, amelyek során közelebb kerülhetnek egymáshoz a fiatalok. Milyen célt szolgál és hogyan fog zajlani ez a házasságra felkészítő, segítő, támogató tréning a következő időszakban? A Református Egyházközség felkérésére indítjuk ezt a sorozatot, hiszen az Egyházközség nyert egy nagyon komoly pályázatot, Család, ami várunk címmel, és ennek részeként kerül majd lebonyolításra ez a program. 2x5 párral dolgozunk, 5 hónapon keresztül, és ezek a párok akár már ez idő alatt is talán házasságot is kötnek, van közöttük olyan páros, illetve vannak olyan párosok, akik még az ismerkedés, a nagy döntés előtt állnak, illetve olyanok is, akiknél már megszületett a döntés, de szeretnék egymást kicsikét jobban megismerni. A foglalkozás sorozatnak ez is a célja többek között, hogy közelebb hozzuk őket egymáshoz, jobban megismerjék egymást, föltárjunk olyan tulajdonságokat, amelyek a hétköznapi életben nem biztos, hogy megnyilvánulnak, nem biztos, hogy felszínre kerülnek. Ismerjék meg tehát mélyebben egymást, és ezáltal könnyebben jussanak el a nagy döntésig, könnyebben jussanak el addig, hogy házasságot kötnek, hogy gyermeket vállalnak, és megpróbáljuk azokat a tulajdonságokat, azokat a személyiség tulajdonságokat előhozni, fejleszteni, működtetni, amelyek egymás kölcsönös megbecsülését, egymás elfogadását szolgálják többek között. Valahol azt is szolgálja az, hogy derüljön ki, hogy úgymond egymáshoz illenek-e? Ez egy kicsit merész elhatározás volna, hiszen a kölcsönös vonzalom ezek között az emberek között már megvan, úgyhogy inkább én úgy fogalmaznék, hogy elmélyíteni a kapcsolatot igazából ez a legfontosabb, és ez már az ő dolguk lesz, hogy hogyan tovább, de nagyon szeretném, hogyha ez a foglalkozás sorozat sikeres életvitelükhöz mindenféleképpen hozzájárulna. Erre milyen eszközök vagy kreatív módszerek lehetnek, amivel még inkább össze lehet hozni egy-egy párt? A dolog érdekessége ugye, hogy tulajdonképpen párokkal foglalkozunk, de egyszerre egy-egy foglalkozáson többen jelen vannak, tehát 10 vannak jelen. Így egymást is figyelhetik tulajdonképpen a párok, és akár példát is vehetnek egymásról, vagy esetleg tapasztalatokat oszthatnak meg egymással, tehát ez nagyon fontos része a foglalkozás sorozatnak. Emellett természetesen hagyományos eszközöket is használunk, önismereti tréning-szerű formulát, konfliktus megoldó feladatokat, olyan helyzet elé állítjuk őket, amelyek a mindennapi életben előfordulhatnak, kíváncsiak vagyunk arra, hogy hogyan oldják meg, kinek milyen ötlete van, hogyan lehet az saját egyéniséget belevinni azokba a helyzetekbe és ezeknek a megoldásába, amelyek fontosak a mindennapi életben, gyakran előfordulnak, és az emberek nem biztos, hogy mindig tudatosan gondolják át a megoldását. A programon vannak, akik még csak most ismerkednek egymással, mások pedig már eldöntötték, hamarosan összekötik életüket. Emese és László azon fiatalok köré tartoznak, akik idén még nem fognak házasodni, de abban már biztosak, a közeljövőben örök életre szóló esküt tesznek egymásnak. Miért döntöttetek úgy, hogy részt fogtok venni ezeken a foglalkozásokon? A munkájában egyik kollégám javasolta, tőle hallottam róla, és ahogy elmesélt, hogy miről lenne szó, jól hangzott meg. Érdekesnek találtuk, és ezért gondoltuk, hogy kipróbáljuk. Mennyire komolyak nálatok a tervek, ti hogyan álltok, és ez esetleg miben segíthet majd? Hát tervek vannak, de nekünk inkább hosszú távú terveink vannak, tehát nekünk nem a közeljövőben lenne ilyen aktualitása. Mit vártok ettől? Mit tanulhattok meg, vagy vehettek észre egymáson? Hát ez már a második alkalom lesz, második találkozó, és az elsőn is jól éreztük magunkat, érdekes személyiségfejlesztő feladatokat hallottunk meg, és reméljük, hogy a későbbiekben is így lesz. Egymásról is többet tudtunk meg. Valami változás volt azóta? Nem, nem. Azért nem olyan markáns a dolog, hogy itt felkavarja a dolgokat, úgyhogy nem
okoz ilyen nagyobb változásokat. Inkább jobban megismerjük egymást, arról szól a dolog. A házasságra felkészítő tréning híre fokozatosan terjed a városban. Aki hallott róla és úgy érzi, hogy kedve van egy kötetlen, közös élményt szerezni a leendő párjával, amelynek során egymásról is többet tudhatnak meg, közelebb kerülhetnek egymáshoz, még van lehetősége csatlakozni a házasulandó csapathoz. Már csaknem a végéhez ért a Sárospataki Kötődésűek Világtalálkozójának szervezése Sárospatakon. Az ötlet megvalósulásának már februárban nekilátott a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete. Az idén ünnepli Sárospatak a várossá nyilvánításának 45. születésnapját, és ezt a találkozó is meg tudná koronázni. Körülbelül fél időben állunk, de már közel a szervezésnek a végéhez. Tekintettel arra, hogy valamikor februárban kezdtük ezt el, egy tavalyi ötlet alapján, aminek az volt az apropója, hogy 45 éves lesz újra várossá nyilvánítás évfordulója a városnak augusztus hónapban, és arra gondoltunk, hogy egy néhány napos találkozó keretén belül hazahívjuk azokat a sárospataki lakosokat, vagy diákokat, akik kötődnek a városhoz, itt születtek, itt jártak iskolába, esetleg itt dolgoztak, vagy éppen csak ellátogattak Sárospatakra, és megkapta őket a város szépsége, látványa, szellemisége, és szeretnének itt újra találkozni. Most hát márciusban kezdtük el ezt a szervezést, tulajdonképpen minden lehetséges médiumot szerettünk volna felkérni arra, hogy ebben a folyamatban segítsenek nekünk. Először egy felhívásra fordultunk, hát azt mondom, hogy a világ sárospataki kötődésű embereihez vagy lakóihoz, tekintettel arra, hogy az Egyesült Államoktól Kanadáig vagy Mexikótól Németországig, ugye a világ minden részén előfordulnak magyarok, és hát többek között sárospatakiak is. Elkezdtük ezt a találkozót szervezni, és úgy döntöttünk, hogy július 15-i határidővel lezárulnának a jelentkezések. Hát ugye sokan megkérdezik tőlünk, hogy is hogyan állnak a jelentkezések. Rengetegen megkeresnek bennünket, és ugye van mód arra, hogy a Sárospatak város honlapján minden információt megkapjanak. Ott egyrészt föl van téve maga a felhívás, fel van téve a részletes programterv. Azért mondom, hogy programterv, mert végül is a jelentkezők aránya vagy száma teszi majd véglegesé azt, hogy milyen programokat hajtunk végre. Aztán menet közben alakultak dolgok úgy, hogy amire előtte nem számítottunk, hogy vannak bizonyos elszármazott patakiak, akik csak egyik napra szeretnének eljönni. Tehát nem szeretnének itt lenni mindegyik napon, mindegyik programon, hanem egy-egy programra szeretnének majd eljönni, hát erre is külön föl kell majd készülni. 15-ig van tehát jelentkezési lehetőség, utána pedig megpróbáljuk összeállítani a végleges programot, amelyhez úgy tűnik, hogy segítséget tudunk kapni a város helyi vezetőitől, a megyei vezetéstől, a helyi vállalkozóktól, és hát nyilván a Lokálpatrióták Egyesülete is saját tagjaival, anyagi hozzájárulással is akár próbálja segíteni a találkozó megszervezését. Hát a programról annyit, hogy gazdag program kínálat van, tekintettel arra, hogy ugye 22-től 25-ig zajlanak majd az események. Többen azt is megkérdezik tőlem, hogy és miért ilyen későre tettük ezt. Hát lehet, hogy későn, mert lassan már vége a nyárnak, de ugye tudott dolog, hogy Sárospatak nyári időszakban ugye a táborozások, a fesztiválok, a művészeti napok zajlanak itt, a Crescendo nyári tábora zajlik itt, és gyakorlatilag augusztus 20-ával, amikor is újra várossá lett 45 évvel ezelőtt a város, akkor ünnepeljük majd augusztus 20-a ünnepségen keretén belül. Ezzel lezárulnak Sárospatakon ilyen értelemben a nyári kulturális események, és marad mégiscsak egy hét, ami még erre alkalmas lehet. És hát azért gondoltuk ezt, hát hogy ez a puding próbálja az evés, hogy vagy mennyire jól gondoltuk ezt, az majd kiderül a végén. A programokról annyit, hogy a bástyába szeretnénk fogadni a vendégeinket, itt ugye mindenki rendelkezésre bocsátanánk azokat az anyagokat, dokumentumokat, segédeszközöket, amelyek a találkozóról információképpen szolgálnak, kapnának egy kis kártyát, ugye, ami bizonyos dolgokra jogosítja majd őket, a helyi járat használatára, bizonyos szolgáltatások igénybevételére, a fürdő tekintetében, vagy a múzeumok meglátogatását illetően. Emellett pedig nyilván kapnának egy várostérképet,
és egy kis ajándékot is, ha már idejöttek, hogy legyen emlékezetes számukra ez a találkozó. A bástyában lenne a pincébe szeretnénk egy fogadást rendezni számukra, aztán mindenki elfoglalja majd a helyét, és aztán újra találkozunk a vízikapunál este, amikor is egy óriás tábortűzre kerülne majd itt sor, és a tábortűz mellett táncház játékokra, ha úgy tetszik, itt a helyi Boldog Táncegyüttes koreográfusai és szakvezetői által. Hát ez ameddig kifulladásig nyilvánvaló zajlanának az események. Másnap kerekasztal beszélgetésekre kerülne sor szakemberek részvételével. Ez elsősorban a művelődés házában lenne lebonyítható tekintettel arra, hogy itt állnak rendelkezésre a megfelelő helységek. Annak ellenére tesszük ezt, hogy ugye akkor még nem valószínű, hogy készen lesz a főtér, de már némi látványosságot mégis csak fog nyújtani. Ennek a kerekasztal beszélgetés sorozatnak a célja az lenne, hogy a jelenlegi Sárospatakot mutatnánk be, a tevékenységi köreket. Sárospatak, mint iskolaváros. Sárospatak a kultúra világában. Sárospataki vállalkozók munkáját tekintve. Tehát itt egy kerek kép bemutatásra kerülne sor. Rövid prezentációkkal, természetesen filmbemutatókkal, és ezt követően pedig mód van arra, hogy kérdezzenek. Mondjuk a városépítészetével kapcsolatosan is természetesen. Ezt követően délután Hercegútra látogatnánk el a Hercegúti Pincesor Egyesület meghívására, illetve a Hercegút polgármester úrának a meghívására, akik ott, hát elsősorban szeretnénk ugye megnézni a Kálváriát, ami ott egy csodálatos ugye látványt nyújtó történelmi érték, ha úgy tetszik, vagy vallási érték, és azt követően pedig a gasztronómiának hódolnánk azzal, hogy ott egy helyi nevezetesség a tunki elfogyasztása mellett, aztán később néhány pohár bor elfogyasztására is sor kerül majd. Esetleg aki szalonát akar sütni, akkor arra is mód nyílik majd. Ez lenne ugye a második nap, és ez pénteken lenne. Szombaton folytatnánk tovább, akinek módja lehetősége van, és szeretné megnézni a mai Sárospatakot, az annak lehetőség nyílik erre idegenvehetők segítségével. Aki úgy gondolja, a fürdőt szeretné igényvenni, és strandolni szeretne menni, az kimegy a fürdőbe. Délután, illetve az esti órákban itt a Szentnegyedben, a Szent Erzsébet házban lenne egy civil találkozó, aminek az a lényeg, hogy a sárospataki civil szervezetek mutatkoznának be, mit csinálnak, hogyan tevékenykednének, és ennek a Szent Erzsébet ház adna otthont. Esti órákban kerülne sor egy nagy baráti találkozóra, az Árpád vezér gimnáziumba, ahol a város különböző művészeti csoportjai, együttesei, a crescendo éppen itt tevékenykedő vagy táborozó diákjai adnának majd előadást, és utána pedig a vacsora mellett egy kis beszélgetés és tánc hajnalig, kifulladásig. Aztán az utolsó napon délelőtt ugye a vallási felekezetektől függően lehetőséget biztosítunk a jelenlévőknek arra, hogy az istentiszteleteken részt vegyenek. Ezt követően délben a Huszárpanzióba lenne a végső ebéd, ahol tulajdonképpen a rendezvény zárására is sor kerülne. Hát szintén egy kicsit a tanulságoknak a levonásával, és hát remélem, hogy barátságok kötődésével zárulna le ez a négy nap. A végleges programterv kialakításához segítséget kapnak a lokálpatrióták a város vezetőitől, a megyei vezetéstől és a helyi vállalkozóktól is.